december éjjelén, 0 óra 5 perckor hangos sírással köszöntötte az új évet Marek Istvánék kisfia. És mi lesz az újszülött neve? Szilveszter. Új év napján az ország egyik legöregebb embere, a 101 éves Zsellér bácsi virággal köszöntötte a boldog mamát és az év első szülöttét. 1955-ben járunk. Az amerikai elnök Eisenhower felajánlja a Szovjetuniónak a nyitott égbolt lehetőségét. Ez a javaslat a szovjet és az amerikai katonai objektumok feletti szabad légi felderítést biztosítaná mindkét fél számára, de a Szovjetunió ezt nem fogadja el. Eisenhower kijelenti, hogy az Egyesült Államok háború esetén atomfegyvert fog alkalmazni. Ebben az évben mond le Winston Churchill brit miniszterelnök, és ekkor lép be a NATO-ba a német szövetségi köztársaság. Nálunk az Esti Budapest február 21-én megjelenő számából megtudhatjuk, hogy Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke a hó elején szívtrombózisban megbetegedett. Egészségi állapota azonban lényegesen javult, és előre láthatólag április hó folyamán újra munkaképes lesz. A magyar nép optimista és egyre gazdagodik. A Steinmetz kapitány szovjet parlamenter nevét viselő vecsési termelő szövetkezet 450 holdon gazdálkodik. A sertések gondozója Stabarec Ferencné elvégezte napi munkáját, és most a szövetkezet záramadó közgyűlésére készül. Petsz Ádám beszámolójából kiderül, hogy a TS-nek már 2,5 millió forint a vagyona. Berke György juhász 20 000 forintot keresett az idén. Stabarecné csak gabonából 23 mázsát kapott. Elégedett a vecsési szövetkezet tagsága. Jól dolgoztak, jól kerestek. És a közgyűlést követő estén vidám órákat töltött együtt a tagság a meghívott egyéni gazdákkal. Áprilisban kiderül, hogy Nagy Imre betegsége túlmutat a szívtrombózison. A parlamentben megkezdődött az országgyűlés ülésszaka, ahol megválasztották a minisztertanács új elnökét. Hegedűs András, a minisztertanács elnöke beszédében ezeket mondotta. A Magyar Népköztársaság kormánya. A Magyar Dolgozók Pártja központi vezetősége megállapítja, hogy Nagy Imre elvtárs, úgy is, mint a politikai bizottság tagja, úgy is, mint a minisztertanács elnöke, olyan politikai nézeteket képvisel, amelyek éles ellentétben állnak pártunk összpolitikájával, a munkásosztály, a dolgozó parasztság, a népi demokrácia érdekeivel. Nagy elvtárs arra törekedett, hogy fékezze a szocialista építés motorját, a szocialista iparosítást, benne különösen a nehéz ipar fejlesztését. Falun pedig a termelő szövetkezeti mozgalmat, a falu szocialista átépítésének e döntő módját. Igyekezett háttérbe szorítani, elhomályosítani a párt vezető szerepét. A központi vezetőség mindezért Nagy Imre elvtársat kizárja a politikai bizottságból, a központi vezetőségből, és visszahívja minden funkcióból, amelyet a párt bizalmából visel. Nagynak le kell mondani a országgyűlési képviselői mandátumáról, népfront elnökségi tagságáról, egyetemi tanári címéről és akadémiai tagságáról is. Május elején levelet ír a pártvezetésnek, amelyben közli, hogy a határozatokkal egyetért. A mélyreható, pártszerű önkritikától sem zárkózik el, csak betegségre hivatkozva későbbre halasztja. Nagy Imre jövőbeni tetteiről ez a honlap a tájékoztatást. Mi most tovább lépünk, ugyanis elindul a visszarendeződés. Újra a nehéz ipar felé fordul a pártvezetés figyelme, és azok, akik az utóbbi két évben elhagyták termelőszövetkezetüket, újra kedvet kapnak a kollektív munkához. A visszarendeződés hatására még ebben az évben létrejön az 1956-ban majd fontos szerephez jutó Petőfi kör. Néhányan, akik akkor ott a budapesti díszben voltunk, úgy éreztük, hogy élettelen az egész szervezet, olyan, mint egy kétszer sült, és voltak ábrányaink, vagy illúzióink, hogy 45 és 47 között, amikor volt MEFESZ, Egyetemi Főiskolai Hallgatók Szövetsége, Diák Szövetség, munkásfiataloknak volt a SZIT, hogy ha újra lennének ilyen réteg szervezetek, akkor ez a dolog élőbb lenne. Természetesen nem ezen múlt, az egész politikai helyzet volt. Alkalmatlan közéletre, pláne autonóm közéletre, de a Petőfi kör ötlete tulajdonképpen így született meg, hogy akkor az értelmiségieknek is hozzunk létre egy ilyen szerveződést. 55-ös első rendezvények azok,
alapvetően szakmaiak voltak, fiatal közgazdászok, fiatal, talán az már 56 elején van, de fiatal közlekedési dolgozók, a Szovjetunióba járt fiatal zeneszerzők bemutatkozása, tehát ilyen jellegű meghívók mentek ki, részben a szakmából, de nem csak a szakmából, ennek volt akkor egy érdekessége is, hát ilyen 30-40, de nem több, de volt olyan, hogy 6-8 résztvevővel mentek ezek az összejövetelek. Na most, ahogy jött a 20. kongresszus, megpezsdült ez az egész dolog, és egyre rangosabb emberek jelentek meg most előadóként is. Például ez a közgazdász vitam áthúzódik 56-ra, legalábbis a második biztos. Ott már a Nagy Tamástól kezdve az akkori magyar közgazdasági élet szinte minden vezetője részt vett a vitába. Az volt az első vita, ahol több százan jelentek meg, és a Múzeum utcai klubban, a Kossuth klubban már nem fértek el, és akkor a hallgatók együtt átvonultak, a résztvevők, a előadók és a hallgatók a közgazdasági egyetemre, mivel több professzora volt a vitában az egyetemnek, ez nem okozott gondot, bár még mobil akkor nem volt, de mégsem okozott gondot, és akkor átvonultunk a résztvevők, és ez ott folytatódott. Mennyire állt kapcsolatban Nagy Imre a körrel? Ő rendkívül tartózkodó volt, ő tulajdonképpen 23-án lépett Isten igazából előtérbe. Az kétségtelen, hogy ő lett a lobogója ennek a mozgalomnak, de már csak 23-a után, legalábbis legálisan. De magánbeszélgetéseinkben a táncos nagyon korrekt viszonyunk volt. Mi 46 óta ismertem. Ő mindig mondta, hogy itt addig nyugalom, amíg a Nagy Imre nem lesz miniszterelnök, nem lesz. Május 14-én a barátságukat sosem felejtő szocialista országok megalakítják közös katonai szervezetüket, a Varsói Szerződést. Varsó. Május 11-én kezdődött meg az Államtanács palotájában a 8 európai nemzet második értekezlete. A lengyel delegációt Cirankievics miniszterelnök vezeti. Megérkezik a szovjet küldöttség is élén Bulganyin és Molotov elvtársakkal. A 8 európai nemzet küldöttsége megtárgyalta a párizsi egyezmények ratifikálása következtében előállott helyzetet, és a béke megvédése érdekében barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződést kötött egymással. A Varsói Szerződés megalakulását nagy örömmel fogadja a magyar parlament. A honatyák nem is vitatkoznak a ratifikáció kérdéséről. A szerződés részleteiről egyébként itt találhatnak fontos információkat. Kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a Varsói értekezleten résztvevő országok között létrejött barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződést, amely mindenben megfelel a magyar nép nemzeti érdekeinek, fogadja el és iktassa törvénybe. Hozzászólt Veres Péter, Kossuth díjas író, Beresztóci Miklós érseki helynök, Andics Erzsébet az országos béketanács elnöke, és Parragi György a Magyar Nemzet főszerkesztője. Felteszem a kérdést, elfogadja az országgyűlés a beterjesztett törvényjavaslatot. Ez az év a szomszédos Ausztria életében is meghatározónak bizonyul. A nagyhatalmak úgy döntenek, hogy megadják sógorainknak a semlegesség lehetőségét. Bécs, Belvedere palota, 1955. május 15-e. Történelmi dátum. 11 óra után érkeznek a négy nagyhatalom külügyminiszterei az osztrák államszerződés aláírására. A külügyminiszterek aláírása pontot tesz a végére annak a 10 év alatt történt 250 tanácskozásnak és jegyzékváltásnak, amely végül is a Szovjetunió kezdeményezése nyomán megegyezésre vezetett és megteremtette Ausztria függetlenségét. 12 órakor a szerződést aláíró külügyminiszterek a palota erkélyéről adták Bécs lakosságán köszönetét. Több ezer torokból hangzott fel a lelkes éjjel és az örömújjongás, Ausztria szabad! Az
osztrákokkal még ebben az évben megtörténik az, amire nekünk a 80-as évek végéig kell várakoznunk. Az osztrák semlegesség okairól egyébként itt olvashatnak érdekes adatokat. Bécs. A Szovjetunió kormányának határozata alapján a szovjet csapatok határidő előtt elhagyták Ausztriát. A felszabadulás óta mély barátság szövődött a szovjet katonák és az osztrák nép között. Egész Ausztriában virággal, baráti kézszorítással búcsúztatták a hazájukba induló katonákat. Miközben az osztrákok semlegessé válnak, nálunk a filmhíradó segítségével megismerkedhetünk a magyar néphadsereg jövendő tisztjeivel a II. Rákóczi Ferenc katonai középiskolában. Megkezdik napi munkájukat a magyar néphadsereg jövendő tisztjei a II. Rákóczi Ferenc katonai középiskolában. A rákócisták sokoldalú képzettségre, alapos tudásra törekszenek. Már az elsősök is a katona szemével tanulmányozzák a terepet a földrajzórán. Befejeződött a tanítás. Délután a katonai szakkörökben mindenki kedves tárgyával foglalkozhat. A kis modell hűen követi a jövendő harckocsizó Turcsány András irányítását. Katonáink mind testileg, mind ideológiailag megértek az imperializmus elleni harcra, de úttörőink felkészültségére sem lehet panaszunk. Ezen a héten a híres várost látogattuk meg. Utazásunk végső célja az úttörőház. Úgy látszik, alkalmatlan időben jöttünk. Már jön is a napos, Zombori Gabi. Kedves látogatónk, elnézést a zenebonáért, de a zenekarunk próbál. Amíg rendbe szedi magát, nézze meg a varrószak körünket. Az itt dolgozó pajtások most a balettszakör ruháit varják. Ügyesen édikék, a pápán rövid vigyázz. Vanni néni vezetésével ők csinálják a balettcipőket is. Tetszik? Azt elhiszem, nekünk van a legnagyszerűbb tanárnők, Sallai Eta néni, a Katona József színház balettmestere. Most pedig bemutatom a modellező szakkör tagjait. Hallják? Játszik a zenekarunk. A viszontlátásra! ...1955-ben kezdte bontogatni szárnyait az ifjúság édes, énekes madara, a Magyar Rádió gyermekkórusa, Botka Valéria és Csányi László vezetésével. A férjemmel együtt kimentünk az iskolákba. Szóval már rádiósok voltunk mind a ketten, és a rádióba behívtunk iskolai kórusokat, volt olyan rádiónak egy műsor, hogy iskolai kórusok énekelnek, és mi szerkesztettük. Hol a férjem, hol én, zenei műsorok, gyerekműsorokat csináltunk mind a kettő, akkor még nem volt a férjem, és munkatársak voltunk, és azt mondtuk, miért nincs a rádiónak egy gyerekkara? És akkor bementünk az elnökségre, és mondtuk, hogy minden lehetne, nem kerül pénzbe, mert pénzbe kerül, hogy iskolába behívok gyerekeket. Tehát a kórust meg kell fizetni. És behívunk a gyerekeket, meghallgatjuk, és a rádiónak lehetne így egy. Nem is rossz, mondták ők. Aztán pénze került, mert tanárokat hívtunk be, hangszereseket, hogy a gyerekek nem azokat viszont meg kell fizetni a rádiónak. De ezt már második lépcsőfokon mondtuk el. És így szedtük össze a város minden részéből a gyerekeket. Hát kiválogattuk és meghallgattuk. Meghallgatás után kerültek be, és így indult, százas létszámmal. 55-ben már Kodály ott volt, és Kodály ünnepségen szerepeltünk. Van is róla fénykép, amikor koncertünkön volt, és meg bejött a kórushoz is. Mondtuk a tanár úrnak, hogy adjon tanácsokat nekünk, és
és a pagodából mentünk föl. Magára haragszom, mondja neki, tanár úr, mit vétettem? Nagyon jó voltunk, zeneakadémiai szakorom tanított is mind a kettőnket. Tanár úr, mit követtem el? Majd elmondom, két lépésben. Tudja mit? Nagyon sovány. Tanár úr, de tanár úr nem tudja, hogy én miért vagyok sovány. Nézze meg a férjem, 100 kiló volt a férjem körülbelül. Nézze meg a férjem, hát ehetek én valamit? Hát nem maradott hozzá semmi, ha egyetek. Akkor hát ő nevetett. Vele tudtunk így humorosan beszélni, és ő nagyon szerette azt, hogy én vidéki voltam, falusi. Volt olyan év, hogy 4000 jelentkező volt. És az az év 1965 volt, amikor májusban voltunk Olaszországban, nyáron voltunk Japánban 2 hónapot, és 2 hónapot ősszel Amerikában. Na most ennek híre ment. Egy éven belül ez volt. A gyerekeket váltogattuk, ugye, hogy nem mindig ugyanaz kerüljön külföldre, hanem mindegyikre sor kerüljön. És akkor rengeteg, akkor jelentkeztek 4000-en. Azt mondja, hogy érdekes, az is tévé volt kint a folyosón, ahol vártak a gyerekek, a szülők, a nagyszülők, ugye meghallgatásra hívtuk be csoportonként. És az egyik riporter megkérdezi a szülőt, miért hozta el a gyerekét ide? Jaj, azért, mert tudom, hogy sokat ne járnak külföldre, hát hogy menjen már az én gyerekem is külföldre. 1955-ben a nagy tanító, a bölcs vezér Sztálin már az örök vadászmezőkön rendezett pártkongresszusokon aratott csak ütemes tapsot, de a földi létben még mindig érvényben voltak a szocialista realizmus doktrinái, az építészetben a szocialista realista építészet népszerű nevén a Sztálin barokk kánonja. Ennek jegyében az építészetnek szocialista tartalommal rendelkezve kellett nemzeti formát létrehoznia, úgy, hogy közben a haladó hagyomány és az élenjáró tudomány eszközeit mind-mind bevetette. Ebből a szempontból az 1955-ben elkészült műegyetemi épület együttes, az RTH épületek együttese, amelyet Rimanóczi Gyula és munkatársa Kleinezel János tervezett, egy kivételes minőségi műnek számít. Az épület szép példája annak, hogy hogyan lehetett ebben a folyamatban mégis nem a Sztálin barokk követelményeit teljesíteni, hanem egy maradandó, a skandináv neoklasszicizmus reminiszcenciáit őrző épületet létrehozni. Ez az egész folyamat a három épületen nagyon jól tükröződik. A T és a H épületeknek még nincs monumentális kőlábazata, hanem téglalábazatokkal indul, és a nyílászárókon is egyfajta szolidabb, egyszerűbb osztás érvényesül. A Dunapart felé néző R épületen azonban már monumentális kapuzatnak, szobordíszeknek és hatalmas lábazatnak, valamint egy oromzatos rizalitnak is kellett lennie. Ugyanakkor ez az oromzatos rizalit a maga aszimmetrikus pozíciójában, illetve az ablakosztásoknak egy ilyen finom, feszült, nem axisokba igazodó elrendezése egy maradandó építészeti minőséget tükröz ezen az épületen is. Az egész együttes torzó maradt, ugyanis az R-épületnek az északi oldalon egy négyzetes udvarban kellett volna zárulnia, de ez nem készült el. Így is az 55-ös RTH épület együttes a korszak, a szocialista realizmus egyik maradandó alkotása. 1955-ben egyébként a design is kezdte szárnyait bontogatni. A design egyik első szárnybontásának számított az úgynevezett gádoros tálca, a cséllakásokba tervezett ülőkád, illetve mosogató kád, ami hivatott volt a csé, azaz csökkentett komfortú lakásokban a vizes helyiséget pótolni, de ezt a kádat, nem lévén fürdőszoba, általában konyha sarkába építették. Ez egy 80x80-as méretű kád volt, amihez kerestek egy szilfid alkatú modellt, aki szemléltetni tudta, mert belefért ebbe az ülőkádba, hogy hogyan lehet ezt például fürdésre használni. A fürdést szemléltető fotón
A modell cicije is diszkréten kivillan, ennek következtében a 10 példányos dokumentációt a minisztériumi tisztségviselők egy kicsit megdézsmálták, mindegyikből eltűnt az illusztráció, ami a hölgy fényképe volt tulajdonképpen. Ez az intermezzo is mutatja, hogy a terv sikeres volt, és hogy a dizájnnak jövője van Magyarországon. Sajnos vannak olyan fiatalok is, akik nem érzik jól magukat az 1955-ös évben. Augusztus 12-én a Kozma utcai országos börtönben megvizsgálják a fiatalkorúak elhelyezését, továbbá, hogy mennyi idő alatt kerülnek elszállításra, mennyi időt töltenek és milyen körülmények között előzetes letartóztatásban. 4 zárkában vannak elhelyezve a fiúk és 2 zárkában a lányok. A zárkák 2 személyesek, kicsiny szűk helyiségek. Egy-egy 2 személyes zárkában azonban nem 2 fiatal, hanem 12 van elhelyezve. 5 szalmazsákon fekszik 12 fiatalkorú. Több szalmazsák nem is volna a helyiség rövidsége miatt itt elhelyezhető. 1 lavor van a helyiségükben. 6 mosdanak 1 lavor vízben, mert több vizet nem kapnak. WC nincs, erre a célra 1 vödör van ebben a szűk helyiségben 12 fiatalkorú részére. Sétán ezt megelőzően legutóbb 8 nappal voltak az udvaron. A kísérő őrmester elvtárs azt mondta, hogy az esőzés miatt nem tudták kivinni a foglyokat, mert a sáros udvarról sok piszkot vittek be a házba. Ilyen zsúfolt, egészségtelen körülmények között hosszú hónapokat töltenek tétlenül, munkát semmit sem végeznek. Véleményünk szerint sürgősen kell változtatni ezen a helyzeten. Átlagosan 60-70 fiatalkorú van előzetes letartóztatásban, és ezek szabadulások után nem a szocializmus lelkes építői, hanem inkább annak gátlóivá válnak, és környezetükre is rossz befolyást gyakorolnak. A hidegháború idején 1950-ben hozták létre a Magyar Fizika fellendítésére a Központi Fizikai Kutatóintézetet Csillebércen. A KFK-i építheti meg a szovjetek által ebben az évben felajánlott könnyű vizes típusú kutató atomreaktort, amelyet majd 1959-ben helyeznek üzembe. Ünnepélyes keretek között indították útjára az Országos Béketanács atomkiállítását. A vasúti kocsikra szerelt vándorkiállítás 2,5 hónapig járja az országot. A kutatókkal sok a probléma. Fegyelmezetlenkednek, késnek, ricsajoznak. A Zuglói Villanegyed egyik csendes utcájában található a Magyar Tudományos Akadémia kutatási eszközöket kivitelező vállalata, a KUTESZ. Az utóbbi időben reggelenként az utca csendjéhez és a vállalat komolyságához nem illő zajosi jelenetek zajlanak le az üzem bejáratánál. A néhány perccel munkakezdés után érkező dolgozók, akik esetleg messze környékről jönnek vonaton vagy buszon, zárt kaput találnak és kérlelhetetlen portást, aki a munkaügyi osztály utasítására hivatkozva a munkaidő kezdetének percében bezárja a kaput, és csak kerek 1 óra múlva nyitja ki újra. Előfordult, hogy valaki a kritikus percben érkezett, a portás elé állt és kiszorította a bejárattól, és becsukta a kaput. A későn jövők 1-2 perces munkakiesés helyett kerek 1 órát mulasztanak. A csendesebbje reggelizni megy, a vérmesebbje szeretné kierőszakolni a bejutást. Még jó, hogy az utóbbiak megfékezésére a gyár nem keres apró hirdetés útján megbízható kidobó ember. A portásokkal verekedő dolgozók nagy szerencséjére 1955-ben 8 igazi fogorvos végez a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Még ugyanebben az évben megalakul a SOTE önálló fogorvostudományi kara is. A világon, az egész világot beleszámítva, kétféle volt a fogorvos képzés az utolsó 2 évszázadban. Az Amerikai Egyesült Államokban és az angol szárs országokban már a 19. század közepén megalakultak az első úgynevezett fogorvos képzőiskolák, amelyeket később az egyetemekhez csatoltak. Ezek csak
fogászatot tanultak, és csak fogorvosok lettek. Ezzel szemben Európában, főleg Közép- és Kelet-Európában az úgynevezett stomatológus képzés folyt, ami azt jelenti, hogy általános orvosi diplomát kellett szerezni. Az 6 év. A 6 év volt, igen, nálunk, amikor én jártam, én is általános orvos vagyok, és utána 3 év volt a szakképesítés, tehát összesen 9 évet kellett tanulni ahhoz, hogy valaki fogorvos lehessen, mivel nagyon megfogyatkozott a fogorvosok létszáma. Balogh Károly professzor, aki az én első főnököm volt, 1952-ben indította be az önálló fogorvos képzést, és 1955-ben alakultunk önálló karrá. Az első években nagyon kis létszámú évfolyamok jöttek ki. 8-10 ember végzett egy évfolyamon. Ez azért volt, mert egyrészt nem volt ismert ez a képzés. És az első évfolyamokat úgy rekrutálták, hogy pesti és vidéki általános orvosi egyetemekre elmentek annak idején, és mondták, hogy van ez az új képzési rendszer, tehát akik elvégeztek már 2 évet az általános orvosin, azokból jött át ez a 10, illetve 8 ember, és ők voltak az első hallgatóink. Az Egészségügyi Világszervezetnek, a WHO-nak vannak felmérései így időközönként, 4 vagy 5 évenként, amikor standard módszerekkel felmérik a fogazat állapotát, és hát akkor is rossz volt az 50-es években, de hát komolyabban értékelhető statisztikák, epidemiológiai statisztikák ugye a 80-as évektől kezdve vannak, és például egy 96-ban közzétett statisztika szerint Európa 29 országa közül a 24. helyen állunk, a legrosszabbak felé haladóak. Tehát alig néhányan voltak mögöttünk olyan szempontból, hogy a fogszúvasodás milyen kiterjedt és mennyi a fogatlan ember. Ha valaki a Központi Fizikai Kutatóintézettel kapcsolatosan szeretne több információt, ide kattintson. Ha netántán a magyar fogorvosképzés kialakulásáról, akkor ide. Aki viszont megelégszik az általunk adott információkkal, nézegessen velünk lentkerekes autókat. A lentkerekes játékautók versenyére nagy számban jelentkeztek a jövő motorosai. Felkészülni! Az izgalmakban bővelkedő verseny első helyezettje Kaszonyi Julika, a Szív utcai iskola hölgyversenyzője. Autós rovatunkban eddig mindig olyan modelleket mutattunk be önöknek, amelyek az adott év újdonságai voltak Magyarországon, és aztán később az évek során a hazai városok utcaképének jellegzetes részévé váltak. Az 1955-ös Cadillac azonban kivételt jelent, hiszen ilyen Cadillac Eldorado bizonyosan nem került Magyarországra. Nem is kerülhetett, hiszen akkoriban magánszemély csak engedéllyel tarthatott személygépkocsit. Aki véletlen kapott ilyet, nem kockáztatta meg, hogy egy fél futballpályányi méretű autóval cirkuláljon az intézményesített szegénység és a proletár egyszerűség földjén. Cadillac Eldorádót egyébként Amerikában sem vásárolhattak a középosztály tagjai. A kocsi az alapmodell kétszeresébe került, és akkora összegért akár egy szép kis házat is lehetett vásárolni valamelyik kertvárosban. Az előszoba méretű motorháztető alatt V8-as 5,5 literes motor húzódott, amely 270 lóerős volt. A fogyasztása meghaladta ugyan a 20 litert, de hát az olcsó benzin és az erős dollár világában ez nem sok ember zavart. Ez az irgalmatlan méretű acéltömeg, hiszen több mint 2,5 tonnáról van szó, az amerikai autóőrület 50-es évekbeli csúcspontját jelképezi. Formavilága a szuperszónikus repülőgépekéhez hasonlít. Ezt megtaláljuk a hátsó szárnyon, amely itt még mindössze csak arasznyi, de aztán a későbbi években gigantikus méretű függőleges vezérsíkokká növi ki magát.
Itt például az orrkúpokat érhetjük tetten, és ezeknek aztán semmi funkciója nem volt. Véleményem szerint pusztán csak annyi, hogy amikor Joe bácsi hazament az új Cadillac-kel, akkor az irigységtől elsárguló szomszédja leszegett fejjel nekifutott a falnak. Ugyancsak a repülős világából érkezik ez a gyönyörű szép dísz, amely tulajdonképpen a repülés allegóriájának is felfogható. Az 1955-ös Cadillac tele van extrákkal. Mindenfelé szervomotorokat látunk, ilyenek mozgatják az ablaküvegeket és az üléseket is. Egyik különlegessége ez a varázsszem, amely arra hivatott, hogy amikor érzékelte egy szembejövő autó fényét, automatikusan tompította a Cadillac Eldorado távolsági fényszóróját. Tengernyi króma kocsi elején és hátulján, az oldalán és a belső térbe is jutott belőle. A csomagtartóba elfér egy egész konyha, de egy ilyen autóval senki sem ment kempingezni. Magyarországon a Cadillac Eldorado-ról csak képekről értesültek az emberek. Esetleg azoktól az Amerikába szakadt honfitársainktól, akik hazaküldtek képeslapokat. Valami ilyesféle szöveggel: Döme bácsinak ki kellett cserélni az autóját, mert már kinézték vele a vállalati garázsból. Most nagyon boldog vele. Csókolunk mindenkit. Irénkét is. Ma már nehéz eldönteni, hogy ezeknek a hazaküldött képeslapoknak milyen szerepük volt abban, hogy 1956 őszén oly sokan vágytak az Eldorádónak tekintett mesés és gazdag nyugatra. A szovjet autóipar elkészítette az ismert Moszkvics személykocsi legújabb típusát. Az első ülések leeresztve alvásra is alkalmasak. A beépített rádió is a kellemes utazás szolgálja. A sebességi próbákon óránként 105 kilométert értek el. A gépkocsi biztosan halad a rossz utakon. Az új Moszkvics gépkocsi hamarosan túlszárnyalja elődei népszerűségét. Budapest növekvő forgalmában szovjet módszerrel oktatják a gyerekeket a közlekedés szabályaira. Hajtások! Most játszva megtanulunk helyesen közlekedni. Ez itt a Rákóczi út és a Nagykörút keresztezése. Jancsó Imikartárs a rend szigorú, de igazságos őre. Járművek jobbra tarts, balra előz. Várja meg, kérem! Várja meg a szabadjelzést! Látjátok, Panni Jutka, mire vezet egy meggondolatlan lépés? A közlekedés szabályai járművekre és gyalogosokra egyaránt vonatkoznak. A Lendvai utcai óvodások megvárták a rendőrpajtás szabadjelzését, most aztán nyugodtan sétálhatnak. A gyerekek már megtanultak fegyelmezetten járni az utcán. Egyes felnőttekre viszont még ráfér egy kis nevelés. Ez az év a műanyagról szól, és ezt kelet-német barátaink is tudják. A Német Demokratikus Köztársaság műanyag kiállítást rendezett Budapesten. A bemutatott számos késztermék a műanyagipar rendkívüli fejlettségét mutatja. Műanyagból készült ötletes irodabútorzár. A Szovjetunió részére készített folyami hajó modellje. A hajó belső falai és teljes berendezése a parafánál is könnyebb, éghetetlen ekacellből készült. Az ekacellből készült háztartási jégszekrény kitűnő hőszigetelő és rendkívül könnyű. Legnagyobb sikere a PVC-ből készített ízléses, törhetetlen háztartási eszközöknek volt. A kiállítás anyaga megmutatta, hogy a műanyagok ma már nem pótanyagok, hanem minőségben gyakran felülmúlják a régebben használt nyersanyagok tulajdonságait. Faros lemez? Hát az meg milyen újfajta csudabogár, mondogatták többen is egy évvel ezelőtt a fenyőbútorüzemben. Szerfölött meglepődtek, amikor egyik napról a másikra ebből kezdték gyártani a konyhabútort. A 67 éves Bucella János bácsi is kételkedett, aki pedig elismert tekintély a szakmában.
Nem lesz ez jó, így morfondíroztam magamban. Majd én kipróbálom, mit mond a híres újdonság. Hazavittem két darabkát a hulladékból. Egyikre a tűzhelyről levett forró edényeket rakta a feleségem, a másikat vízben áztattam 3 hétig. Nem lett semmi bajuk. Meggyőződtem róla, hogy tehetnek rá meleget, érheti hideg, s ha nem is száraz a lakás, nem árt neki. Egyszerre nagy lett előttem a faroslemez becsülete. Jobb, mint a rétegelt bútorlap, bár az a szemlátomást is fából van. Kiválónak tartom, teljesen megfelel burkolatnak. Ha most fiatal lennék, nem kellene más, csak is ilyen konyhabútor. Kissé kényelmetlen így az írás a karos székben, de egy kis átalakítással két székből kényelmes íróasztal készíthető. A Román Népköztársaság állami bútorgyárának készítménye ez az ötletes bútordarab, mely szükség esetén még gyermekágynak is használható. Év divatslágere a nejlon. Ebből az anyagból készülnek a legdivatosabb fehérneműk. Kíváncsi riporterünk ellátogatott az újpesti selyem és gyapjúgyárba. Az üzem nemrégiben megkezdte a nejlon fehérnemű gyártását. A nejlon anyagot perlon szálakkal erősítik, mert így tartósabb. Nylon kelméből a gyár konfekció üzemében női fehérnemű készül. A második negyedévben a gyár megkezdi a férfi fehérnemű gyártását is. Az elsőség udvariasságból a hölgyeké. Mi, sárvári nők, nagyon szeretünk strandolni. Viszont nem szeretjük, ha vizes lesz a hajunk, mert nem akarjuk túl sűrűn felkeresni a fodrászt. Ezért úszósapkát szeretnénk venni. Joggal mondhatja erre valaki, hogy vegyünk. Ám úszósapka csak nájlonból kapható, s abba megyünk a medencébe, vizes lesz a hajunk. Ugyanis a sapka átengedi a vizet. Hogy nagyon hamar elszakad, talán kisebb baj, hiszen akár van, akár nincs, vizes lesz a hajunk. Azt kérjük, hogy gyártsanak a mi üzemeinkben is gumi úszósapkát. A sárvári vízi sportolók nevében Bíró Sándorné. Mégiscsak megérkezett a nyár. A forró napokon sok ezer ember keresi fel a pesti strandokat. A kánikulában jól esik a csillagkegyi medencék hűs vize. A római partiak a Palatinuson strandolók nevében reméljük tartós lesz a meleg. Balatoni turnéra készülöttem, nagyon elegáns akartam lenni a magyar tengerpartján, ezért indulás előtt a Váci utcai férfi divatboltban vásároltam 3 rövidújú sportinget különböző színekben. A vásárlásnál erősen megnyugtatott a kiszolgáló udvariassága és egy hatalmas tábla, minőséget a dolgozóknak. Reggel indult autóbuszunk a társulattal. Rögtön levettem a kabátomat, részben mert meleg volt, részben hadd lássák a kollégák az új inget. Az autóbusz alaposan rázott bennünket, de kitörődik ezzel, amikor a Balatonra utazik. Éppen egy karcsú vitorláshajót bámultam, amikor megszólított az egyik kollega. Sala, hiszen ezen az új ingen nincs gomb. Bárgyún néztem a mellem irányába, és ezt motyogtam. Micsoda, lepsénél még megvolt. Hát bizony, amikor alaposan megvizsgáltam az új inget, fájó szívvel állapítottam meg, hogy minden gombja leesett. 3 órával azután, hogy magamra öltöttem. Javaslatom, javítsák meg az autóbuszokat, hogy ne rázzanak annyira. Ha ez műszaki akadályok miatt nem volna lehetséges, úgy volna egy furább ötletem. Varják fel jobban a gombokat az ingekre. Tisztelettel, Salamon Béla. Tapolca évezredes múltú városka a Balaton mentén. 1902-ben e kút építésekor fedezték fel, hogy a város alatt barlang húzódik. A barlangító egyetlen élőlénye a fürge csellehal. A kristálytiszta víz helyenként 4 méter mély. Ahol a barlang vize felszínre tör,
az alpesi tavakra emlékeztető fürdő épült. Egy újfajta üzlettípus is megjelenik Budapesten, egy olyan, amelyben a vevő kosarat kap. Budapest kirakatai néha meglepetést is tartogatnak. A Bem utca és Mártirok útja találkozásánál önkiszolgáló bolt nyílt. A vevő kosarat kap. Az áruval teli üzletben kiválasztja, amire szüksége van. És ha nem tetszik a szekszárdi, jöjjön a badacsonyi. Ha az első önkiszolgálóbolt megnyeri a vevők tetszését, újabbakat is létesítenek. Az 55-ös slágerlista 5. helyén egy nagy mélységekkel bíró dal tanyázik Littasi György előadásában, a Bosszús Basszus. A 4. helyen Rácvali kérdezi, hogy mondja, volt-e már? A 3. helyen pedig Halász Rudolf és Horváth Jenő feledhetetlen dala int csendre minket. Következzék a Csitt és az új tánc, amelyet Feleki Kamil tervezett. Halász Rudolf és Horváth Jenő új táncdalának címe... Csitt, tudok egy titkot én, hajolj felé, mert így kezdődik Csitt. Szívednek mondd csak el, s hogy mit felel, ez érdekel. Farkas Vera és Rátonyi Róbert az új dalra új táncot mutat be. A tánc tervezője, népszerű Kossuth-díjas kiváló művészünk Feleki Kamil. Csittáncot a fiatalság hamarosan megkedveli. A slágerlista 2. helyén Ákos Stefi susogja a némi politikai áthallással, hogy Kejfej Janikám. Az 1. helyen pedig következzék az év legnépszerűbb filmslágere. 2x2 = 5. Hát 2x2 így lesz 5, szíved dobban, mind jobban, szerelem hozza ezt a nagy változást. S ez áthúz egy vonással meg annyi számítás. Akik a vizsgán megbuknak, kérem, ők semmit nem tudnak. De aki mindig tervet készít, az is egy érző ember csak. Mikor a szívről van szó már, aki nem számol, rosszul jár. Ezen a téren sajnos kezdő, aki a számpamban tanár. 2x2 = 5, nem csalás, nem ámítás, de valóban sokszor hibás a számítás. 2x2 = 5, minden tétel félrelök, egy sokat ígérő szerelmes pillantás. Éltem én boldogan, nagy bölcsen gondtalan, de egy nap semmi sem ment úgy, mint tegnap. Páratlan fordulat, feldúl egy perc alatt, csak nézel, és olyan különöset érzel. A lecsó, hát 2x2 így lesz 5, szíved dobban, mind jobban, szerelem hozza ezt a nagy változást. Ez áthúz egy vonással meg annyi számítást. Amikor a filmet 1951-ben megírtuk, a főhős egy kicsit könnyelmű, nőkedvelő, de nagyon jó érzésű sportrepülő volt. Ezt a felülvizsgáló bizottság tagjai közül Simon Zsuzsa, a Színművészeti Akadémia igazgatója, Keményné és a rendező Keleti Márton kifogásolták. Szerintük a főhősnek pártiskolát végzett kommunistának kellett lennie, akinek nem tetszhet több nő, csak egy, akit feleségül akar venni. A mi filmünket úgy akarták átiratni, hogy legyen a főhős jól képzett, de jellemileg gyáva, aztán menjen pártiskolára, ott célozza meg a szovjet példát, és ezután legyen belőle hős, bátor repülő. Megpróbáltuk a forgatókönyv átírását, de a következő bizottsági ülésen közölték, hogy a párt kulturális osztályáról érkezett egy szempont, miszerint most békeharcos filmre van szükség. Tehát a fiú ne legyen sportrepülő, hanem mérnök vagy technikus, aki pacifista, ellenzi a fegyverkezést. És találjunk ki valamit, hogy miképpen jön rá arra, hogy igenis szükséges a békeharc. Mondtuk, hogy akkor mindent át kell írni, esetleg más filmet kell csinálni. 6 hónapig félretették a szkriptet,
És szerencsénkre 53-ban jött Nagy Imre, néhány hónapig engedélyezték a könnyed filmeket, és akkor megcsináltuk a 2x2 néha 5-öt, úgy, ahogy most is látható. Az 50-es években a politikának nem volt célja a szakszervezetek erősítése, és mégis létrejött egy nagyon széles bázisra épülő, inkább így mondom, hogy igen népszerű színészklub, a Rátkai Márton klub 1955-ben. Ennek az az oka, hogy az 50-es évek közepén számítottak a szakszervezetek segítségére. A szakszervezetek nem ilyen típusú szakszervezetek voltak, mint manapság, hanem a politikát támogató szakszervezetek. A színészklubra meg azért volt szükség, mert az 50-es évek közepét környékén a különböző szakszervezeteknek már voltak intézményei, művelődési házai, klubjai, a művész szakszervezetnek pedig külön nem volt, csak a fészekklub. És a fészekklubba nem lehetett csak úgy bemenni, a tagság rendkívül szigorú volt, a tagsági felvétel. Például a kokáért nem mehetett minden színész, és főleg olyan színházi dolgozó nem mehetett, aki nem volt művész. Hogy mennyire szerették, ez talán az bizonyítja a legjobban, hogy a hét minden napján nyitva volt. Délelőtt 11 órakor nyitott ki, és éjjel fél négyig, tehát hajnali fél négyig, meg háromig volt nyitva. Másik dolog, amiért népszerű volt, hogy kialakítottak egy olyan programot, Szirtes igazgató úr elképzelése alapján, hogy a színészek egymásnak bemutatkoznak, a színészek a színészeknek, és ez korábban nem volt jellemző. Például az 50-es évek végén és a 60-as évek elején nagyon föllendült az előadó művészet, önálló estek, szerkesztett műsorok, sanzonestek, és ezeknek például a próbái is nyilvánosak voltak a klubban. Erre vannak utalások, tehát meg lehetett nézni, lehetett tanácsokat adni. Voltak színházelméleti előadások, amiket meghallgattak, megnéztek, megvitattak, és voltak olyan estek, amikor a készülő darabról beszéltek, hát nyilván nem az egész próba, hanem csak bizonyos szakaszai, amik érdekesek lehettek. Tehát ez egy szakmai, bizonyos értelemben szakmai műhely is volt, legalábbis a színészek szempontjából. Nagyon sok zenés, táncos hely volt a fővárosban. Nem olyan régen beszéltem egy idősebb zenész, szórakoztató zenésszel, és elmesélte, hogyha az 50-es, 60-as években a Margit hídtól elsétált a Szabadsághídig, akkor több mint 150 zenés helyet találkozott, zenés-táncos helyet. A rádió is jelen volt a Danubia gyár dolgozóinak és a Nemzeti Színház művészeinek találkozóján. Tessék tovább beszélgetni. Hát csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy mi az, ami tetszett, kritikát kérünk, miért váltanak bérletet és miért nem. Nagyon örülünk, hogy a művészekkel szemtől szembe találkozunk itt az üzemben, és nem csak a színházon, a színpadon keresztül. Elvtársam, az elvtársnő azt mondja nekem, hogy ő már váltott bérletet. Tehát én azt javaslom, hogy mondja itt nekünk most hangosan, hogy miért váltott bérletet. Mert egész nap jó érzéssel dolgozom, ha tudom, hogy este színházba megyek, és nem kell a jegyért sorba állnom. Sportban a megszokott jó eredményekkel rukkolnak ki versenyzőink. Labdarúgó válogatottunk szép lassan feldolgozza a világbajnoki kudarcot, és újra tönkreveri a világot. A sajtó szerint Buzánszky Jenő élete legjobb játékával rukkol ki a szovjetek ellen. Hát az egy érdekes meccs volt, itt a stadionban volt. Hát az első fél idő közepe táján Streltsovtól kaptam egy elrúgna a labdát, egy marha nagy csomagot, hogy szétnyílott a futballcipőm, meg a lábam feje is vérzett. De hát ugye azért az én szívosságom ugye annyit, hogy ott ugye valahogy leállítottuk a vérzést, aztán megkérdeztem, hogy kinek van 42-es cipője. Hát a Várhidi Palinak volt, ő odaadta a cipőjét, felálltam, és hát a Ilyin nevezetű volt a balszéső. Hát azt így leradíroztam,
fájós lábbal, végig játszottam a meccset, utána vittek a sportkórházba, három öltéssel összevarták a lábam fejét, de hát ugye, és ez életem egyik legjobb játéka, szaladt ki itt az oroszoknál, legalábbis a sajtó szerint. A műkorcsolyázó EB-n Budapesten a nagy testvérpár győz, és mivel a kosárlabda Európa-bajnokságot is Magyarország rendezi, azt is megnyerik. Portré a füvön. Szepes Béla Bánhegyiről készít karikatúrát a válogatott kosarasok edzésén. A Népstadionban külön erre a célra épített hajópallós pályán rendezik meg az idei kosárlabda Európa-bajnokságot. Hogy a mérkőzések a lelátó minden pontjáról élvezhetőek legyenek, a kosár mögé üvegpalánkot állítottak fel. 18 ország részvételével június 7-én indul a kosárlabda Európa-bajnokság. Egy szerencsés összetételű csapat volt, hogy összejött egy jó néhány ember, akik kiválóak voltak, mint sportolók. Nehezen jött össze, megmondom őszintén, mert én az MTE-be játszottam annak idején, és teljes kezdtelésből, tehát edzésen is saját magunk voltunk, edzőnk se volt. Volt egy TF-es edzőnk, aki legtöbbször nem volt ott, és hogyha valakit oda küldött a TF-ről, egy másik tanulót, ha az éppen atléta volt, akkor atléta edzést csináltunk, hogyha mit tudom én, súlyemelő, akkor súlyemelő edzést csináltunk. Nem volt könnyű, mert napi 8-10 órát edzettünk. Ezt lehetett úgy csinálni, hogy az ember nem dolgozik mellette? Volt ebben ezek szerint annyi pénz tényleg? Volt. Uh-huh. Tehát mondjuk két ilyen egyesület, vagy három egyesület volt, aki ezt megtehette, a Dózsa, a Honvéd. Ugye ott katonák voltunk, ahogy mentünk előre a sportba, kaptuk a csillagokat, meg kaptuk a pénzt, és gyakorlatilag mindené fizettek. Ha nyertünk bajnokságot azért, ha meccset nyertünk azért, ha a válogatott meccset nyertünk, ott is volt prémium, és mondjuk a mellettem még az előny az volt, hogy mindenki azt csinálta, amit akart az edzésen kívül. Tehát a Honvéd például belesegített abba, hogy ha valaki egyetemre akart menni, akkor nem kellett felvételit tenni, egyszerűen odarakták. Mert minden abban az időben úgy volt, hogy az egyetemi hallgatói státusz be volt osztva, hogy TS-ből ennyi ember, a Honvédségtől, BM-től ennyit, és azoknak meg volt a helyük. Úgyhogy hát ezt sokan kihasználták, hát én is, mert én végeztem egymás után mindent az égvilágon. Gyenge áramú mérnökit végeztem, tévé, rádió szerelőit, offset nyomdászatot, biológiát, mit még, autó, motorszerelést, tehát minden, ami jött itt sorjába, azt én csináltam. Hát jóval hosszabb ideig tartott, de hát elég hosszan kosárlabdáztunk. Magyarországon is hamar népszerű lett a sportág, főleg amikor volt az Európa-bajnokság, az volt az első nagy esemény itthon, és a nagy stadionban játszották, rengeteg ember volt ott. Igen, szóval ez azért elég furcsa, hogy egy kosárlabda Európa-bajnokságot a Népstadionban rendeznek, mai fejjel legalábbis furcsának találom. Bár az igaz, hogy akkoriban készült el a Népstadion, tehát nyilván azzal akartak büszkélkedni. Nem csak emiatt, hanem az volt az egyetlen hely, ahova befértek a nézők. Hát azon az EB meccseken átlagban 50-60 ezer ember volt kint. Leraktak egy ilyen fa padlót, ilyen hajópadlót, oda a futópálya mellé a pályára, és ott az a rész, az dugig volt. Az oroszokkal játszottuk a döntőt, aminek meg az volt az eredménye valójában, hogy rengeteg népként volt, és hát voltak az oroszok ellen demonstrációk a pályán, rengeteg rendőr volt, mindenki. Azok is a meccsre voltak inkább kíváncsiak. A kiabálókat, meg az orosz ellenes beszólások, meg kivitték az embereket, adtak két pofont nekik, aztán visszaküdték. Óriási ismeretség volt egész Magyarországon, amely valójában úgy nézett, hogy nem tudtam lemenni Magyarországnak a legeldugottabb részére is, hogy ne ismertek volna fel. Nehéz évet zár a béketábor, hiszen, mint a következő képek bizonyítják, acsarkodnak ránk az imperialista ügynökök. Kína,
Hónapok óta hatalmas tömegek látogatják az amerikai kémek kínabeli tevékenységének bizonyítékaiból rendezett kiállítást. Amerikai gyártmány jelzéssel ellátott ruhák, rádióberendezések, fegyverek és robbantószerek. USA találmány, a robbanó konzervdoboz. Elfogatás esetére kesztyűre szerelt pisztoly. A leleplező kiállítás kiváltja a látogatók felháborodását és fokozott éberségre serkent a béke védelmében. Boldog új évet kívánunk egymásnak ma éjszaka. Sokszor elhangzott már a múltban is ebben a városban ez a kívánság. Ma a jó kívánságunk, boldog új évet, nem csupán óhaj többé. Tartalma, alapja van. A párt vezetésével a munkásosztály, a dolgozó nép maga irányítja sorsát. Rajtunk áll, hogy 1956 boldogabb legyen 1955-nél. A párt márciusi határozata leleplezte a jobboldali elhajlást, megmutatta az utat, hogyan lehet s kell egyenes derékkal, felemelt fejjel járni a szocializmus felé a népek országútján. A párt ez év márciusában irányt mutatott, s azóta sikeresen bizonyítja az ország, hogy a felemelkedés, a gazdagodás útjára lépett a nép. A jó kívánságoknak tehát már nem csak óhaj az alapja. Budapest, a mi kedves városunk, s egész hazánk 1956-ban még szebb, még gazdagabb lesz. Ma kívánjuk, s holnap megvalósítjuk a boldog új esztendőt. Esti Budapest, 1955. december 31. Thank you.